sportközpont esetében ugye több téma is volt a mai közgyűlésen. Az egyik legfontosabb az, hogy most tulajdonképpen elindul egy olyan folyamat, amely azt a célt szolgálja, hogy a sportközpontnak a területén, a sporttelepen egy olyan koncepciót alakítsunk ki, amelynek aztán az lesz a végeredménye reményeink szerint, hogy minden olyan funkció, amelyet szeretnénk elhelyezni sportcsarnok, rekreációs központ, úszoda, majd a teniszpályák esetlegesen későbbiekben mondjuk ugye jégcsarnok, vagy éppen a fedett lőtér elhelyezkedésre, vagy elhelyezésre kerülhessenek. Tulajdonképpen arról döntöttünk, hogy ez a tervezési folyamat elinduljon valamilyen formában. Most első körben egyébként a rekreációs központnak a koncepció terve készül, és az lesz beleillesztve az egész sporttelep koncepciójába. Gondoltunk arra, hogy hol lesz majd a parkoló. Nem szeretnénk csökkenteni egyébként a zöld felületeknek az arányát. A szexuális szabályozás, ahogy a városon is látszik, sokkal szigorúbb egyébként, mint az országos oték, amely jóvá vagy engedne nekünk egy kicsit alacsony az zöldfelületet, és most tulajdonképpen a rendezési tervnek a sporttelepre vonatkozó része egy kicsit szavarabb kezdet annak érdekében, hogy ezek a funkciók elhelyezése kerülhessenek és megvalósítása kerülhessenek. De ha a zöldfelületről beszélünk egy sporttelep esetében, én azt gondolom, hogy ez maximálisan kielégíti a szexuáliak igényeit. De amennyiben itt újabb zöldfelületeket is be tudunk vonni, ez mindenféleképpen az itt élők előnyére szolgál, és itt azért szeretném megemlíteni, nem kapcsolódik szorosan ide a zöldváros programot, aminek a végeredményeként benne a belvárosban, Luther téren, 160-as és a mozi közötti részen újabb parkosítás fog majd megtörténni, sokkal nagyobb zöldfelület lesz itt benne a belvárosban, mint ami eddig volt. Úgyhogy összességében, ha nézzük, én azt gondolom, hogy nem szinten marad, hanem tovább nő majd az zöldfelületeknek az aránya. A sporttelepnél viszont figyelni kell arra, hogy minden funkciónak és ahhoz kapcsolódóan a közműveknek is, például a parkolóknak is megfelelő helyszíneket találjunk, de például a parkolást az úgy fogjuk megoldani, hogy egy állami területre megkapjuk a vagyonkezelő jogot, amely a vasút és a sportutca között van, tehát abszolút nem befolyásolja a sportterület zöld felületeit. Most készül ez a koncepció, tehát reményeink szerint őszre el fog készülni, és akkor ennek megfelelően fogunk tudni dönteni abban a kérdésben, hogy hol legyen a sportcsarnok, mekkora legyen a rekreációs központ, hogy helyezkedjen el, stb. Tulajdonképpen most a közülés ehhez biztosította azokat az örvényi és rendeleti kereteket, amelyek lehetővé fogják tenni ennek a tervezésnek a megindítását. A zöldváros program esetében egyfajta koncepcióterv már elkészült, ami több mint 100 új parkolónak a kialakítását fogja eredményezni a belvárosban. Hát nyilvánvaló, hogy az építőiparban található hihetetlen áremelkedésnek köszönhetően a rendelkezésre álló 1,4 milliárd forintnyi keret az kisebb mozgásteret biztosít számunkra, mondjuk mint 5 évvel ezelőtt biztosított volna. De hát igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy újabb pihenőparkok, játszóterek, egyfajta generációk parkja alakuljon ki a belvárosban is. Reményeink szerint, hogyha ez a koncepcióterv véglegesedik, és mondjuk egy engedélyes tervé minősül át, akkor a 2020-as év elején el fogjuk tudni kezdeni a kivitelezést is, és akkor tovább növeljük az zöld felületeket. Ilyet a alapítványi támogatásnak köszönhetően folyamatosan építjük Szekszárdon a parkolókat, járdákat, ugye utak építésére, felújítására ez az alapítványi támogatás nem használható fel. Most az elmúlt egy hónapban, egész pontosan június 30-áig megnyitott egy újabb ablak, amelyre beadtuk a pályázatot, nem volt közülés, úgyhogy most jóvá kellett hagyni. A lényeg az, hogy három fő fejezetből áll, amire mi pályáztunk. Az egyik az a járdaépítés, 30 millió forint összeg erejéig, ez egy 100%-os támogatású pályázati forrás. Természetesen úgy állítottuk össze járdákat, ahogy ez eddig megszokható volt, hogy a város valamennyi területén történjenek majd felújítások és építések. És akkor a következő fejezet az pedig maga az akadálymentesítés, itt 5%-osan erőt kell biztosítani. Ezt a munkát sem most kezdtük el, hiszen a belvárosban folyamatosan építjük az akadálymentesített feljárókat, ami az út és a járda közötti szintkülönbség áthidalását jelenti, tulajdonképpen balkocsival vagy éppen kerekesszékes formában is megközelíthetőek legyenek a járdák, illetve az úttestek, biztonságos legyen az átkelés. Itt 5%-os támogatási, vagy 5%-osan erőt kell hozzátenni, ez egy 20 milliós keretösszeg, ebből azért szeretném megcsinálni egy 20 ilyen átkelőt. Tulajdonképpen az elmúlt években több mint 100-at tudtunk itt a belvárosban megépíteni, a harmadik pedig a vízkár elhárítási tervre vonatkozó pályázat. El kell készítenünk ezt a tervet, ez egy törvényi kötelezettség, itt is 100%-os támogatásból egy 5 millió forint is keretösszeg felhasználásával tudjuk majd megvalósítani, és reméljük, hogy nem csak terv lesz belőle, hanem a következő években ennek a kivitelezés is meg fog történni itt a városban.
Minden esetben, amikor a közgyűlés összeül, akkor a Humán Bizottság javaslata alapján jóvá kell hagyni azokat az alapítványi támogatásokat, amelyeket a bizottság megítél. Összességében éves szinte mintegy 7 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre, ami csak pénzügyi keretösszeg, mert ugye ilyenkor az is fontos, hogy milyen természetbeni juttatásokat biztosít a közgyűlésnek, a szervezetnek, Spolcsának, Babics Kulturális Központ ott lévő tereknek a használata. Tulajdonképpen a mai ülésen arról döntöttünk, hogy mintegy 1,5 millió forintnyi keretösszegnek a szétosztása megtörtént az elmúlt bizottsági ülésen, közülés pedig azt egyhangú szavazatával jóvá hagyta. A ravatalozók esetében már egy 2017-es pályázatunk van érvényben, és régi ígéretünk volt. Most el tudtunk jutni a kivitelezés szakaszába, mind a két temetőt érintően egy ravatalozó felújítás történik, és egy előtetőt építünk a ravatalozók elé. Most 2019-ben le kell zárnunk ezt a pályázatot, le is fogjuk, megvan a nyertes, megvan, hogy ki fogja itt szexuális vállalkozóként elvégezni a munkát. Ehhez viszont szükségesen erőt biztosítani a város költségvetéséből, ez 16 millió forint, és végre akkor a régi ígéretnek eleget tudunk tenni, és mind a két temetőben egy új ravatalozó, és egy előtető fog majd megépülni és megvalósulni. Ez nyár végéig meg kell, hogy történjen gyakorlatilag.